Gémes Péter fiatalkora ellenére nagyon korán ráérzett arra, hogy mi a különbség a korstílus és a kort túlhaladó művészi gondolkodás között. Ez már a gimnáziumi éveire is jellemző volt, mivel egy gondolkodó művész volt, és rendkívül művelt, és műveltségi igénye volt, tudásszomja volt. Ennél fogva az alkotásaiban nem egy efemer stílust akart megvalósítani, hanem mindig a perfekcióra törekedett, ami a forma és a tartalom legnagyobb egységét tudta kifejezni. A korai fotorealista művein látható, hogy micsoda bravúrral tudott alkotni, ez neki nem esett semmilyen szinten sem nehezére, tehát elképesztő gyorsasággal, elképesztő fegyelemmel, mert ő rendkívül fegyelmezett is volt, megtalálta azt a képkivágást, azt a jelenetet, amit úgy érzett, hogy egy ilyen műben, akár grafikában, akár festményben, akár metszetben el tudta helyezni. Számára a fotó, mint eszköz, a 80-as évek elején vált fontossá. A fotót ő, hangsúlyozni szeretném, eszközként használta. A fotóban látta azt a szcenográfiai lehetőséget is, amivel ő egyrészt mitológiai jelenetekre utalt, tehát mitológiai jeleneteket fogalmazott meg, komponált. Ennek a tartalmi lényege szintén egy ilyen szellemi vonulat volt, hogy a filozófiát, az általános érvényű, és nem csak a kortárs irodalmi jelentőségű, hanem ténylegesen az örök emberit meg lehessen fogalmazni. És ahhoz, hogy ennek legyen egy elvonatkoztatható viszonya magához, a rendszerhez, amit ő alakított ki, és a nézőhöz is, ezért leginkább negatívokban jelennek meg azok a képek, amit hát fotónak nevezünk. Tehát a fotó negatívja az, ami az érvényes művet ábrázolja vagy kifejezi. Nagyon sokat gondolkodott az emberi test által megközelíthető kifejezésekben. Ez az emberközpontuság, ez egyben egy hit kifejezése is, tehát az ember, az Isten, a teremtő kapcsolatának a legszorosabb, legrövidebbre vett és legáltalánosabb érvényű kifejezése. Mindennel foglalkozott, legnagyobb részt a Bibliával, antik filozófusokkal foglalkozott, nem lehet egy vonulathoz kötni, mert akár Pál apostol levelei, vagy nem tudom én, a korintosziokhoz írt levelek, minden megfordult az ő gondolkodásában, mindegyiknek próbált meg alapot adni, vagy azt kifejezni, beemelni azokba a szimbólumokba, amikkel ő dolgozott. És az antik mitológiából kiemelt figurák vagy jelenségek allegorikusan szerepelnek aztán a munkáiban. De ez mind nem úgy a filozófiai vonulathoz, hanem inkább az antik és a keresztény mitológia jelenségeire vonatkoztatható. Hát az egyik legfontosabb fordulópont, hogy egy személyes dühből ő nem került itt be a Magyar Képzőművészeti Egyetemre, akkor főiskolára. Az egyik tanárával felelőtlenül összebalhézott, és ez adta neki aztán azt az utat, hogy Lengyelországba ment, ott, ahol természetesen örömmel, tárt karokkal fogadták. A lengyelországi korszak az azt hiszem, hogy 2 vagy 3 évvel tovább is tartott, mint maga a főiskolai tanulmányok voltak, és utána én úgy 83 környékére datálnám azt, amikor jön a nagy fordulata a fotográfia számára már akkor emblematikussá váló munkáira.
Igyekeztem a válogatásnál, egyrészt a teremnek az adottságai, ez azért nagyon megkötöttek, másrészt az, hogy mindegyik fejezetből egy kicsit fel tudjunk villantani. Érdemes megnézni a fotorealista műveit, amik így a korai fázisra jellemzők. Érdemes megnézni azt a Prométheus sorozatot, ami egy ilyen konceptuális gondolkodásnak, de inkább a montázs elve alapján, de konceptuális gondolkodásnak az üzenetét hordozza. Nagyon fontos az, amikor ő már teljesen elvonatkoztatva csak a test elemeinek a negatív építkezésével dolgozik, ilyen lett volna, ez sajnos itt nem fért ki, az apokrif írás, a homokóra, vagy egyéb olyan munkái, amik ilyen tagolt, részletező elemekre készülnek, de ha megnézzük a Tekercsek című sorozatát is, az abból következtethető később a vízvonal, vagy más nagyobb munkák. Ezek mind jelen vannak, mindegyikből egy-egy nagyon-nagyon szerény felütés, tehát mennyiségében szerény, és hát azért inkább ízelítő, mint egy komolyabb betekintés ez a munkásságába.